Szeretettel köszöntöm a műsorunk nézőit, boldog új évet kívánunk mindenkinek, ez az első kerekasztal beszélgetésünk, és akikkel itt a mai kínálatot, ez egy pohár víz, egy kis kávé, körülüljük, más kínálatunk is lesz majd. Szeretettel köszöntöm szintén Darvas István rabbit, aki vasárnap óta a Sejber Sándor utcai hitközség vezető rabbia, és ez az érdekessége ennek a közösségnek, ez már 2 éve működik, csak nem így hívták, hogy egyedül ennek van női elnöke. Másik beszélgető partnerem pedig Erős Máté, filozófus és főiskolai tanár. Mindkettőjüket szeretettel hívtam erre a beszélgetésre, amiben nem is tudom, hogy nem lesz egy idő után kötelező, hogy ha ilyesmibe belefogunk, akkor mi is röviden imádkozzunk és Bibliát magyarázzunk néhány percben előtte, mert hogy most mai eszmecserénk témája, hogy a közszolgálati rádióban, Kossuth rádióban minden nap 4 ismertebb egyház képviselői, teológusai, lelkészei Biblia magyarázatot tartanak és imádkozni fognak. Ez nem egy lehetőség, nem hallgatóink kértékre válasz, hanem ez egy politikai döntés. Mindenek előtt hadd kérdezelek benneteket arról, hogy hol határoznátok meg egy olyan országban, amely nem a bibliai teokrácia, az imádságnak, biblia magyarázatnak, és általában ezeknek a vallási kérdéseknek a helyét. Nem tudom, melyikőtök kezdi. Kormáté. Tehát a rendszerváltás óta elég sok minden történt ebben az országban, de ettől függetlenül talán nem egy félelmetes feltételezés azt mondani, hogy úgy szeretnénk erre az országra nézni, mint ami egy szabad ország. Ugye a szabadság, az emberi szabadság alatt sok mindent érthetünk, ugye a jogszolgáltatásnak az ökkenőmentességét és igazságosságát, ezen kívül az emberi választásnak a lehetőségét, ugye ezt nem mehetünk bele részletesen, hogy micsoda, nagyjából tudjuk, hogy mi az, amit gondolunk ez alatt. Én azt gondolom, hogy az emberi szabadság figyelembevételével az egyházi műsorokat, azokat úgy kell, vagy legalábbis úgy érdemes bemutatni, hogy az embernek a lehető legnagyobb szabadsága legyen arra, hogy válasszon. Tehát egy szabad országban az a legjobb, hogyha mondjuk a politikai intézményrendszer, igazából ez nem a legjobb, hanem ezt így várnánk el, a politikai intézményrendszer ne nagyon foglaljon állást egyetlen egy egyház mellett se. És nem csak azért nem, mert tehát igazából a politika az nem tud igazolni semmit. Ez a legnagyobb probléma. Tehát a politikai intézményrendszerek, csoportok, emberek folyamatosan váltakoznak, és a hit és a hagyománynak a világa az úgy tűnik, hogy nem ennyire rugalmas. Ezért nem érdemes a kettőt egymásra kötni. Olyan, mint 2 különböző sebességű jármű. Nem nagyon tudnak jól együtt haladni. Vagy ha együtt haladnak, akkor valamelyiknek úgy tűnik sérülnie kell. És általában a politikai intézményrendszer az, ami erősebb szokott lenni ebbe a frígyben. Én egy hevenyészet számítást végeztem, 150 és 200 között van azoknak a vallási folyóiratoknak, vagy fórumoknak a száma, ebben van televízió és rádió is, rádió több is, újság pláne, ahol a különböző felekezetek találkozhatnak vallásuk gondolataival és ismert szónokaikkal vagy szerzőikkel. Vajon miért van szükség arra, hogy a közszolgálati rádióban is, mondjuk így egy kormány támogatással megszólaló hang ráirányítsa a figyelmet a Bibliára, vagy imádkozni tanítson. Kiket céloz meg ez? Olyanokat, akik nem olvassák az egyházi lapokat, akkor ez egy misszió, a vallással máshol nem találkozó személyek felé, de jó-e vajon, hogyha a kormány kezd el misszionálni, és ebben partnerek az egyházak, hogy ez vajon az ő oldalukról indult-e? Hogyan látod például a saját egyházat, vagy felekezetet, mondjuk inkább felekezeted,
követelte, hogy hadd szólaljatok meg a közszolgálati rádióban, és én, amennyire tudom, bocsánat, nem akarom hosszúra nyújtani az én összekötő szövegemet, de hogy a közszolgálati rádióban is időről időre, meg televízióban megszólalnak az egyházak különböző hosszúságú szövegekkel. Igen, én is úgy gondolom, hogy eddig is volt elegendő lehetősége mindenkinek, így a mazsihiszhez tartozó rabbiknak is elmondaniuk azt, amit fontosnak gondoltak. Tehát, hogy azt nem hiszem, hogy bárki is akár a kollégáim közül problémának érezte volna, hogy rengeteg dolgot szeretne tanítani a hallgatóknak, vagy nézőknek, és erre nincsen módja. Az, hogy mi a kormánynak a pontos célja ezzel a döntéssel, ezt én nem tudom megmondani, de nyilván valami olyasmit szeretnének, gondolom én, hogy azok, akiket, ahogyan ezt kérdezted is, akik nem foglalkoznak a Bibliával rendszeresen, azoknak lehessen egy olyan csatornájuk, ahol nap mint nap találkoztatnak, ráadásul a Bibliának különböző közelítéseivel. Hogy ez hasznos lesz-e, vagy éppen kontraproduktív, ezt most nehéz eldönteni, ezt előre nem lehet látni, de én azt gondolom, hogy ez nem is feltétlenül a hallgatók szempontjából lesz nehéz ennek a műsornak a futtatása, hanem éppen azoknak a kollégáknak, felekezettől függetlenül, hadd nevezzem így őket, akik bemennek majd ebbe a rádióműsorba. Mert hogy napi szinten tanítani, az nem nehéz. Azt hiszem, hogy megint csak egyháztól függetlenül az közös célunk is, hogy tanítsunk. Ezzel valószínűleg nincsen gond. De az imádkozást azt egy picit intimebbnek érzem. És nem látom azt, amikor valaki oldottan és valóban Istenre és az ima szavára koncentrálva tud, adott esetben kötelezően és adott esetben naponta talán imádkozni. Az imádkozás annyira intim, hogy ha ezt elhagyták volna, akkor magában a tanításoknak a szükségességében vagy lehetőségében én nagyobb távlatot látnék. Rendszerváltás tájékán a parlamentben ültem én is, tájékán, hát közvetlenül a rendszerváltás után, és ott fordult elő egy parlamenti vitában, hogy egy fiatal demokrata képviselő bekiáltotta, jelen voltam ezen az ülésen, hogy Csuhások tértre imára, ez azt hiszem a keresztény demokratáknak szólt valamilyen ötletük kapcsán, ez a fiatal politikus akkor úgy gondolta, hogy hát visszamennénk évszázadokat, hogyha kötelező erővel, hátszéllel jelenhetne meg valamelyik felekezet, akár a Római Katolikus Egyház, akár bármelyik másik, akiket a hatalom az ő kegyes tekintetével megvillant, és kijelöl arra a feladatra, hogy propagandát folytathatnak. Megváltozott valami azóta? Te azt mondtad az előbb, hogy rendszerváltás óta sok minden megváltozott. Politikusok is változhatnak. Szerintem reménykedek abban, hogy az emberek képesek változni, muszáj változni. Viszont én nem értek egyet abban, amit a István mondott, de egy olyan dologban nem értünk egyet, amit ugye nem tudunk eldönteni, úgyhogy bátran vitatkozom. Szerintem a kormánynak nem az a nem missziói célja van, hanem kicsit hasonló, mint bocsánat, ugye nagy történelmi példákat fogok hasonlatként felhozni, Mátyásnak a kódex készítései. Tehát, hogyha én kódexet csinálok, akkor én ilyen színvonalú uralkodó vagyok. Hogyha én egyházi műsort csinálok, akkor az én hatalmam, az én munkásságom ugyanannyira kőbevésett és erőteljes, mint amennyire az egyházaknak a jelenléte. Tehát szerintem a kormány az a saját imidzsét próbálja ezzel definiálni. És megmondom, hogy szerintem miért, és a legitimitását ezzel, ez egy veszélyes játék, és pont erről akartam beszélni. Jézik, hogy a Jóisten csettint, és azt mondja, nem, tehát szerintem ez ennek nincs teológiai indítéka. Politikai indítéka van. Tehát vannak az örök dolgok, meg vannak a nem örök dolgok, és hogy az örök dolgot összekeverjük egy mulandóval, akkor úgy fog tűnni, mintha. De az szerintem, ami az igazán izgalmas ebben a dologban, az, hogy milyen tartalommal lesz ez megtöltve. És szerintem innentől érdekes lehet a történet, mert behívjuk a prófétát. Hogy tételezem a legtöbbet fel azokra, akik oda bemennek imádkozni. Mi van, hogyha az éhező gyerekekért fogod imádkozni valaki? Vagy például keresztény demokrata politikusok a népi kezdeményezést, hogy a
éhezést Magyarországon, az éhezésnek a lehetőséget szüntessék, mert ezt ők vágták el. Őértük is kellene imádkozni. Én erre lennék kíváncsi, hogyha valaki, tehát a Szentírásnak a tényleg a csontig hatoló erejével megy oda imádkozni. Ebben egyébként egyetértek, hogy nagyon intim dolog az imádság, de ezért izgalmas, mert valaki nem tanítani fog, hanem az örökkévalót fogja megszólítani. Az örökkévalót megszólítja valaki azzal a profétai lelkesedéssel, ami a Szentírásban van, akkor elszabadulhat a, nem a pokol, hanem a menny, és ugye ez ilyen szempontból egy nagyon veszélyes játék lehet a kormánynak. Erre leszek kíváncsi, hogy egy kormány támogató magyar nemzetért és a Donkanyarban elesettekért való imádság, annak, hogy megemlékeznénk, hogy a magyarok mikor oda felvonultak, ott azért útközben ezt-azt azért csináltak. Tehát egy ilyen egyoldalú teológiai kiszolgálása lesz a rendszernek, vagy pedig pengeéles dolog, ami a vágja az üveget, és én abszolút látok lehetőséget ebbe. Meglátjuk majd. Már profétákról beszél, igen, de van takar. Tulajdonképpen csak az, hogy könnyen lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, de én sem gondolom azt, hogy a kormány feltétlenül misszió nárius célok vezetik akkor, amikor ezt az ötletet kitaláltak. Én csak azt mondtam, hogy nem tudom pontosan, hogy mi a cél. Viszont nagyon fontos az, amit éppen a héten olvasunk a Tórából. De azt mondja, méghozzá a fáraó mondja azt, hogy Mika Mohabba élimádai sem, hogy ki olyan az ég hatalmasai közül, mint te, örökkévaló Isten. És ebből a Midrásnak a bölcsei azt szűrik le, hogy csúvát csinál a fáraó is az utolsó pillanatban, azaz megtér. És hát ez a gondolat, ez így egy kicsit a Máténak a felvetésére is egy kiegészítés lehet, hogy a megtérésnek a lehetőségét azt jó darabig mindenkinek ugye meg kell, hogy adjuk. Várj, maradjunk ennél egy pillanatra, hogy esetleg látsz arra lehetőséget, hogy egy modernkori fáraó is végül is a csapások hatására, vagy valamilyen isteni sugallatra csúvát csinál, tehát megtér, képes a fáraó megtérni a modernkori fáraókkal együtt, általában a hatalom csúcsán lévő személy képes belátni, hogy nem jó irányba halad, és ebben segíthet neki egyfajta ilyen reggeli profitai üzenet? Az, hogy mi segíthet, ez csak az örökkévaló tudja. Azt, hogy akár egy fáraó is meg tudott térni, azt a Midrásból sejtjük és tudjuk, és láttuk azt, hogy akár az utóbbi időben is fontos közszereplők lehettek olyanok, mondjuk csak a saját közösségemen belül, akiket úgy tűnik, hogy a megtérés rögös útját végig kellett járniuk az, hogy közszereplővé válhassanak, vagy hogy a közszereplőség megítélése megváltozhasson. Tehát azt kell feltételezni, hogy a megtérésnek a lehetőségét senkitől nem vehetjük el. Hogy pont egy ilyen rádióműsor fogja ezt hozzásegíteni, azzal kapcsolatban természetesen nekem is vannak kételjeim, de abban az esetben, hogyha akár csak egy ember is egy ilyen rádióműsornak a hatására jó útra tér, akkor végül is azt lehet mondani, hogy megérte ennek a kitalálása. Hát kinek érte meg, vagy kinek a gondolata, ha azt mondjátok, hogy nem a hatalom gondolata az, hogy az emberek azért találkozzanak Isten igével, imával, hogy megtérjenek. Uh-huh. Akkor mi? Tehát ha nekik ez nem jutott eszükbe. Mondjuk most nem a baktyúkra gondolok, mert az örökkévalóra inkább, aki hát nyilván bárhol fölveheti a fonalat, és az ő számára minden pillanat alkalmas lehet, és ezt nyilván nem is fogja kihagyni. Amen. Áldjuk az ő nemét azért, hogy ezt esetleg megteszi, de hát azt hiszem a probléma ebben az egész történetben, hogy szabad-e a politikának egy nem teokratikus államban egyáltalán ezt erőltetni, ezt felvetni, ezt jó esetben, vagy szorgalmazni. Ideális esetben erre a válasz az egyértelmű, nyilván nem. Viszont ezzel kapcsolatban... Ideális az eset? Viszont ezzel kapcsolatban azt kell kérdezni, hogy volt-e bármikor ideális eset? Volt-e olyan, amikor a politika és az egyház valóban különvált egymástól? Anélkül, hogy ezt valamilyen kényszer vezette volna, hogy a magától értetődés szintjén ez a kettő elvált volna egymástól. Nagyon sok ilyet az elmúlt 2000 évből szerintem nem lehet felsorolni.
Nézd meg akkor a másik oldaláról a dolgot. Tehát hatalom ezt akarja. De hát az egyházak nem a hatalomnak adnak számot, hanem az örökkévalónak, hogy vajon ők megbeszélték együtt vagy külön-külön a mindenható Uram, akarod-e ezt? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Hát én azt látom még nagyon izgalmasnak ebben, hogy posztmodern világban élünk, és az, hogy egy üzenet hol hangzik el, az rendkívül izgalmas dolog. Tehát az, hogy valaki, nyilván van bennem egy félelem, hogy meg lesznek válogatva azok az emberek, maga a hely meg fogja válogatni az embereket. Tehát most elgondolkozom azon, hogy bármelyikünket a közmédiába meghívnának, mondjuk műsort csinálni. Nem interjút csinálni, mert az egy egészen külön téma. De mondjuk műsort csinálni azért. Nem fog minket ez a veszély érni, de mégis érezzük azt, hogy egy olyan szervezettel nem biztos, hogy közösséget akarunk vállalni, aki mondjuk úgy válogatja a híreket, ahogy válogatja a híreket. De ettől függetlenül szerintem egy rendkívül izgalmas dolog az, hogy mivel ennyire polarizált Magyarország, tehát van, aki ezt hallgatja, van, aki azt hallgatja, oda bevinni valamit, tehát ha esetleg valami hiba történik a rendszerben, és bejut oda valaki, akkor nagyon érdekes dolgok történhetnek, és én mondom, én ezt az egyet látom benne izgalmasnak, hogy a egy bizonyos ízlésnek megfelelő hallgató egyszer csak meghal valami mást. Mondjuk imádkoznak azokért a ukrán családokért, akiket a magyar csapatok a felvonulás idején mondjuk meggyaláztak. Soha életemben nem hallottam ilyen imádságot. Ez azért merem mondani, mert a Ungvári Krisztián ugye kihozott egy kötetet, ami ezzel foglalkozik, nem az első kötet egyébként, nem akarok ebbe belevenni, tehát egy ilyen imádság döbbenetes. Vagy az, hogy tehát valaki egy kicsit máshogy közelíti meg a dolgot, én azt mondom, hogy ez óriási dolog lenne. Reménykedek, de hogy mondjam, tehát az egyházi intézményrendszernek való hűség és a mindenható, vagy az örökké való iránti hűség, az teljesen két különböző dolog, és az úgy is kiderül, hogy ki hova van elköteleződve. És én abban reménykedek, hogy a műsor készítőinek nem fog minden esetben ez kiderülni. Tehát én a hibában bízok, hogy... De én mondom, amilyen ismeretem nekem van a Szentírás, én azt látom, hogy Isten az egy... Egy felfoghatatlanul bőkezű személy. Tehát olyan helyeken és olyan módokon is a Bálám számomra a legérdekesebb, hogy okkultistáról van valójában szó, tehát teljesen álmokat magyar. Tehát minden, amit a Tóra tilt, azokat csinálja a Bálám, és mégis Isten őt rendeli profétának. Vannak izgalmas, érdekes dolgok. Erre mondom, hogy ugyanakkor az is ott van a különbségtétel. Tiszta és tisztátalan dolgokat elválasztani, tehát az elválasztásnak a parancsolata is. Nem tudok állást foglalni ebben, hogy most itt vajon nekünk melyiket kéne követni, hogy külön váljunk, vagy pedig azt gondoljuk, hogy ott is van lehetőség valami jót csinálni. Az elgondolkoztató, amit arról mondtál, hogy ahol olyan mértékben egyfajta ízlés tartja kezében azt, hogy milyen hír hangozhat el, ki az, aki megszólalhat, ott nehezen képzelhető, hogy nem akar általán beleszólni abba, hogy ki és mit mondhat. Eszembe jut, hogy mindig is volt a Kossuth Rádióban is egyházi fél óra, vagy valamennyi idő, ezt a különböző felekezetek mérete szerint alakították, és egy öreg kollégánk mondta, aki még a Rákosi korszakban prédikálgatott, egy evangélikus lelkész volt, hogy egyszer hívták csak be, és megkérték, hogy írja át a nagyheti prédikációjának egy részét, mert túl sok rosszat mond a baloldali latorról. Hát most erőteljesen fognak a jobboldali latorra figyelni, azt gondolom. Meglátjuk, hogy hogyan fogadja ezt a rádióhallgatóknak az a része, aki ezt a rádiót hallgatja, illetve ezt az ötletet, hogy megint egy újabb meglepetéssel, újévi meglepetéssel kedveskedett számukra az ő szeretett és kétharmaddal megválasztott kormányok. Köszönöm szépen a beszélgetést!